a korábbi években nyújtott 17,5% helyett 80%-kal egészíti ki költségvetési forrásból az uniós agrárpolitikai támogatást, így térségünk fejlődése is tovább nő. Történelmi jelentőségű döntés született, az Európai Unióban adható legmagasabb mértékű nemzeti társfinanszírozást biztosítják a költségvetésből az uniós vidékfejlesztési források mellé. A korábbi évekhez képest négyszeresével, 17,5% helyett 80%-kal egészíti ki a kormány a közös agrárpolitika vidékfejlesztési pillérén keresztül érkező pénzeket. Összegszerűen 7537 milliárd forint érkezik a magyar vidék erősítésére, fejlesztésére uniós és hazai források révén 2027-ig. A kormány döntése azt jelenti, hogy a következő 7 évben 4265 milliárd forintot fordítanak a magyar vidék a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésére. A jövedelempótló támogatásokkal pedig további 3272 milliárd forintnyi 100%-ban uniós forrásból segítjük a hazai mezőgazdasági szereplőket.